Szépen fejlődnek a nemrég született sejem majmok az állatkertben. Az egy hónapos hármas ikrek napjuk jó részét ugyan még anyjuk vagy apjuk hátán töltik, de egyre kíváncsibbak az őket körülvevő világra, ezért már egyedül is elkóborolnak a foágakon. Három új lakóval gazdagodott a Miskolci Állatkert és Kultúrpark népessége. A park Sejem Majom családja bővült egy hónappal ezelőtt. A kicsik jól vannak, apjuk hátáról figyelik a világot. Általában két kölyök, ritkán három születik, viszont az, hogy mindhárom szépen föl is nevelkedik, ez, ez nem túl gyakori hiszen a szülőknek többnyire a két kölyök felneveléséhez van elegendő energiájuk. Egyrészt ugye a hátukon cipelik, tehát ez is megterhelő számukra, másrészt anya kell őket táplálni. A kicsik viszont mindhárman szépen nőnek és erősödnek, olykor már a szülőkről is leválnak. A sejem majmok nagyon családcentrikusak, a két tavaly született kölyök is kiveszi a részét a munkából. Akár tíz egyednél is több egyet tartozhat -e egy, egy családba. Alapvetően a, a csoport felépítése az úgy néz ki, hogy vannak a szülők és vannak a kölykeik, akik akár két-három évig is a szülőkkel maradnak, és ilyenkor ők besegítenek a következő generációknak a nevelésébe. Ez feszfigyelhető meg nálunk az állatkertben is. A fehér pamacsos sejem Dél-Amerika keleti részén őshonos, az Atlanti óceán partvidéki esőerdeiben élnek. A Miskolci állatkert egyik példánya Pécsről érkezett, míg a páros nőstény egyede Pilzen városának állatkertjéből költözött Miskolcra.